Hölgyek, urak, egy kis figyelmet kérek, hiszen éppen egy szeanszt fogunk tartani, amelyben megidézzük elhunyt benzinkutas barátunknak a szellemét, már itt is van, és ebben, ugyebár segítségemre lesz, az a kell a zenekar 3-5, de hogyha jól sejtem, sziasztok srácok, itt a műsorban. Fél éve nem dumálgattunk, ugye legutoljára a Szigeten is sikerült összecsapnunk egy beszélgetést, mert ugye annak nem volt semmi más a farka, mert éppen buli előtt voltunk, vagy után, vagy tök mindegy. Után is közben. Után is közben, így van. Rengeteg újdonság van a kis bögyötökben, ugye értek itt új lemezre, új videóklipre, illetve meg annyi koncertdátumra majd, de minden szépen sorjában szerintem. Dumálgassunk egy picit a lemezről, ami ugye tegnap jelent meg. Így van, hát végre, tehát azért örülünk neki, mert hogy tavaly csak egy best of jött ki, 20 régi számmal, azon volt ugyan két új szám, de hát az nem elégített ki minket, úgyhogy most van 11 új szám, van egy ilyen szimfonikus átirat egy régi slágernek, ha szabad ezt a csúnya szót használni, és rá tesszük a legújabb klipünket is, úgyhogy azt kell mondani, hogy elég gazdag lesz a kiadvány. Tartalmaz hozzátok ezt a régi sztájt, amit már megszokhattunk tőletek, ezt az iszonyatosan súlyos büntetést, és ezt a mindegy, ezt inkább mondjad te. Hát igyekszünk, most, tehát büntetés az most is megvan, azzal a különbséggel, hogy most jobb minőségben büntetünk, mint mit tudom én a legutóbbi soha lemeznél, ami saját számokat tartalmazott, mert az nem szólt olyan jól, mint ahogy szerettük volna, de ez viszont teljesen jó. Tizenegy számot tartalmaz, teljesen sokszínű, két egyforma nótát nem lehet rajta találni, ez teljesen meglepő. Tehát nyilván nem hallunk majd scratchet, meg klarinétot alatta. Nem, a főnök az nagyon kitett magáért, a szövegek azok teljesen lealáznak mindent és mindenkit. A zene az... Az is. Sajnos nincs itt ugye a főnök, nem tudni mit csinál, nem volt elérhető ugye egy hete, hogyha jól sejtem. Milyen szám címek vannak, erre vagyok kíváncsi, mert azért sokat enged következtetni. Például van én, hogy betyár élet, amiből így árad a pusztáknak a hideg, ott a betyárok kavarnak jobbra-balra. Tettünk rá az összes állathangot, amit meg tudtok képzelni, a békától a disznóig, a magyar szürke hangja minden szerepelni fog a lemezen, úgyhogy nagyon súlyos lett a szám. Srácok, katasztrofális helyzetben vagyunk, hiszen nincs itt katonamester, úgyhogy inkább őt faggattam volna a szövegekről, de hát muszáj benneteket megkérdeznem ezúttal, hogyha már ő egyszerűen horgászik, vagy nem is tudom, mit csinál. Éli a remete életét, és élvezi. Nagyon élvezi ezt, nem? Igen. Hát régen nem tudta volna elképzelni, hogy vidéken él, ilyen parasztházba, most meg már azt nem tudja elképzelni, hogy Pesten lakjon. Tehát megfordult a világ. Hát igen, ott van ideje az embernek visszavonulni, zenét szerezni, illetve hát ugye költeni az iszonyatosan sős opuszokat, de sajnos a szövegről még mindig egy kuk sem esett. Nos, volt olyan kedves a főnök, és írt rólunk egy szöveget a zenekarról, a címe Fejetlenség. Ugye az történt, hogy a főnök visszadobta a főnöki címet, és volt már retek főnök, volt pártyi főnök, néhány nap erejéig én is lettem főnök, Zsolti még nem volt egyébként. Leszek a következő jelölt, a várományos. Nos, és ez a fejetlenség, ez a zenekarról szól, hogy nem történik semmi, mindenkinek nagy a hangja, mindenki röpködnek a számok, fejtől bűzlik a hal, meg stb. És gyönyörű szépen elmondja, hogy mi a helyzet. Hát abszolút egy ilyen kedves kis esti mese-szerű, valamit képzeljünk el. Igen, és volt olyan szemét, hogy velünk énekeltette föl a refrénbe a vokálokat, ami rólunk szól, hogy mekkora pancserek vagyunk.
amikor születtek a számok próbán, akkor Bábcsi így megállított, és azt érzte, hogy aszta, ez egy olyan szám, hogy ki látok magam előtt egy ilyen nagyon nagy acélgolyót, amint gurul a pusztába, és mindent elsöpör maga előtt. Ez ilyen szám, így kell feljátszottatok a stúdióba, így legyen feljátszva, így mondta, mint az állat. És aztán a stúdió, amikor ezt a számot játszottuk fel, akkor fejvott, hogy na, látjátok magatok előtt az acélgolyót, hogy gurul és pusztít minden, és akkor itt Attival elkezdtünk neki nyomni, hogy képzelje Pávcsa egy langyos vízzel teli rózsaszín plüss golyót, amint gurul a pusztába, és mindent pusztít el. Pávcsa jól akad, és kinyomta a telefont. De persze úgy jött, gondolom azért azt halljuk, mint hogyha egy iszentos nagy fémgolyó gördül. Tényleg az lesz. Szóval azért is lett fejlentenséget szín, mert igazából semmi nem szervezett, meg nem nagyon tördék, de ami érdekesség, hogy mégis működik a dolog, és mégis mindig történik valami. És úgy érzem, hogy megint egy, hát nem megint egy, de most egy nagyon jó lemezt tudtunk összeszedni. Tehát nem én így érzem, az egész banda így érzi. A klipet az élet írta, mert mi nem írtuk meg a forgatókönyvet, bementünk egy kocsmába, és ott megtörténtek a dolgok. Ezt rögzítettük, és ez látható a klipben. A Botocska című nóta, ez egy ilyen abszolút ilyen kis aranyos, akelás, félig meddig poénos nóta, tehát nem ilyen szigorú metál, hanem ilyen vicceskedő, és hát a klip is ilyen, elmentünk egy kocsmába, kártyázunk, sakkozunk, barátkozunk, kötözködünk, kiszogatunk, meg ilyesmi. Nyerőgépezés és borítás és asszonynevelés. Hát igen, a nyerőgépet nem mertük felborítani, mert megdobta volna a költségvetést, de ettől függetlenül sok minden történik, de ilyen igazi kocsmai élet. Tehát abszolút tényleg az történt, hogy bementetek egy krimóba, és ami borzasztóan eltörtetek, gondolom, mert nyilván az szükségeltetett ahhoz, hogy iszonyatosan bekolbászoljat. Akelás klip. Tehát egy igazi akelás klip született magyarul. Igen, mivel a lemez cím eleve az, hogy fejetlenség. Tehát nehogy már egy szervezett klip szülessen olyan, persze. Meg az akelához hogy jönne oda, hogyha valami. Mindenhol elérnek szabályok, kutatják, mit szabálok, slapálok. Lesznek bulik, persze, tervezünk egy csomót, tehát ami az egyik legjelentősebb Budapest legnagyobb, legnépszerű rockklubjában lesz a lemezbemutató koncert. Lesz egy-két vendégzenekar, azt most pontosan meg sem tudom mondani, hogy melyik, de talán az egyik a Morfium, ha minden igaz, a másikat még nem tudom megmondani. Meg hát szervezzük a nyári fesztiválokat, Szigettől kezdve a Rock Marathonon keresztül ide-oda, amoda megyünk, meg hát vidékre is megyünk sokfelé, de most itt a dátumok sorában nincsenek benne a fejembe. Rockerek már régóta panaszkodtak, hogy a saját hivatalos honlapunkon nincs minden rendben, hát ezt mi is tudjuk, és ez már elég sajnos viszonylag régóta jelenség, de most már megtört a jég, és most már működik, úgyhogy lehet odavándorolni egész nyugodtan. Királyság, és akkor gyakorlatilag ott minden fontos információt megtudhat magáénak az akela rajongó típusú ember. Így van, és egyre többet, mert folyamatosan bővítjük a keretet. Határon túlra is akarom menni, ahova csak lehet. Tehát vannak tervek Erdélybe, Szlovákiába, ide-oda-moda. És hát őszre tervezünk valami kiadványt. Arról most azért nem akarok beszélni, mert többfajta szálon futnak ezek a tervek. Majd, hogyha konkrétum lesz, akkor úgyis beszámolunk. Jó, mert srácok, hát nagyon örülök, hogy itt voltatok, és remélem, hogy minél hamarabb ütközünk, és egy közös bulit mindenféleképpen nyélbe ütünk majd, és küldjetek nekünk mindenféleképpen majd jegyeket, meg hát meghívókat majd a következő akár a bulira, mint szóltok. Így van, a lemezbemutatón ott a helyetek, már most szólok. Tehát még egyszer, hol és mikor? Május 19-én a Budán a legmenőbb rockklubban játszunk. Úgyis mindenki tudja, hogy hol van, a srácoktól most elbúcsúzunk, de hát az a baj, nem csak a srácoktól, hanem tőletek is, mivel hogy mára bezár a bazár, Oli bácsi is elmegy most
lefekszik és ágyból nézi a Megawatt Extra című műsort, illetve kis összefoglalót. Jövő héten kedden este 10-kor ismét egy új műsorra kedveskedünk majd, és ne feledjétek, egyre jobban közeleg a nyár, ahol iszonyatos mennyiségű külföldi zenekarral találkozhatunk majd élőben, és itt a Megawatt berkein belül. Sziasztok!